Imre István, mondhatom így, a Madársuli megálmodója. Én Hajdúbihar megyéből egy Földes nevű településén érkeztem most Önökhöz. Ez Hajdúszoboszló, Debrecen, Püspökarány, nem igazán közel vagyunk, de ugye Krisztinának köszönhetően ő beszervezett, hogy a mai nap itt legyek veletek Önökkel. A Madársuli küldetése, hogy egy más szemlélettel szeretném a madarak világát bemutatni, senki ne úgy gondoljon rájuk, akár egy bagolyra, egy levédre, egy tecskére, hogy csak egy ösztönlény, aki ide-oda repked, egyik nap túléli, a másik nap egy macska. Ezzel is pici fejükben rengeteg információ fér, és ugyanúgy tanulnak, mint mi a természetben. Ugye, és amikor mi közéjük állunk, és én azt mondom, hogy megtanítunk egy papagáj dárcolni, lengőtekézni, kosarazni, vagy beszélni, hát ilyenkor esik le az állunk, hogy úgyis van a madarak. A mai alkalommal én 4 madarak hoztam el, ugye, akik itt voltak már, kicsit ismerkedtek is velük. Ő egy bagoly, egy csakó bagoly, ilyet nem látjuk Európában, ő egy afrikai faj, a macska bagolyhoz hasonló. Ugye, és hogy egy picikét összeszedjük, hogy mit kell tudni a baglyokról. Ugye a baglyokra mindig azt mondjuk, hogy nappal alszanak, éjszaka aktívak. Hát ez nem így van. Egyik madárnál, a nappali madaraknál sincs nagy alvás igényük. Ugye a fecsék éjszaka indulnak vissza, ugye az, ugye Afrikába a telelőhelyükre, a fülemülei éjszakájáról is hallottunk már. Most volt nemrégen egy kutatás egy sarnos fecskéről, képzeljék el, költés időn kívül, amikor már nem, ugye nincsenek a fészken, volt olyan madár, aki 200 napig nem szállt le. Tehát ki tudják, legalábbis sarnos fecskékből, ki tudják kapcsolni a jobb és bal agyfélteket, tehát tudnak pihenni a levegőben repülés közben. Úgyhogy a bagoly most itt van, ugye mindjárt dél van, és akkor a kisbaglyomban nyitva a szeme, és ugye hát nem amiatt, mert én reggel fölkeltettem, hogy haló, Bogyóka, őt Bogyókának hívják, a szeme miatt lett elnevezve Bogyókának. Ugye, ahogy reggel fölkeltettem volna, hogy ébresztő, Bogyóka, megyünk a Balatonpartra, aztán adtam neki egy egeres kávét, hát nem. Ugye nekik, ahogy mondod, nincs nagy alvásig. Nekünk embereknek, ugye, mi nappali látunk a legjobban, most látjuk a színeket, ugye mindent a legjobban. Na most sötétben, a mi szemünk már a színeket nem képes fölfogni, feketében látjuk ugye ágysarkát, asztal sarkát. Na most gondolj bele, a bagolynál, aki a sötétség, a lételeme, mennyire érzékeny a szeme. Ugye a gyerekeknél általában úgy szoktam, hogy nézzük be a napfénybe, ugye, hogy ilyenkor mi is hunyorítunk, hát a bagolynál így működik. Olyan picire húzza össze a szemhéjait, amilyen picire kell neki, mi, hogy kellemes legyen neki. Most árnyékban vagyunk, a szemek nyitva vannak, de senki ne gondolja úgy, hogy bagolyra, ha nyáron lát egy fán, és úgy tűnik, hogy be van csukva a szeme, hogy megrázzuk a fát, aztán leesik majd a bagoly, hogy hol elaludtam, hol vagyok. Ugyanúgy lát és elmegy, el tud repülni. Na most ők, ugye ilyenkor a padlásokon, sűrű lombkoronák között, éri minden napja itt, tehát az a lényeg, hogy elkezdett a szemhéjelől húzódni. Másik érdekesség a baglyoknál, ugye ezt mindenki szokta szeretni, hogy amikor elfordul a fej, ugye körbe tud nézni a bagoly, azért, mert nekünk embereknek vannak szemmozgató izmaink, igaz? A gyerekeknél, hogy elszoktuk, hogy elgyakoroljuk, hogy balra nézünk, jobbra nézünk, föl le. A bagolynak nincs ilyen, amerre a fej fordul, ő csak abba az irányba tud látni. Tehát emiatt tudja megnézni a háta közepén. Ugye egyik oldalt is, és a másik oldalt is, tehát nem körbe-körbe forog is este visszapörög. Tehát ugye az egyik oldalt, másik oldalt. És a szakkönyvek azt írják általában, hogy csak a bagolynál, ha egy picit majd odafigyelnek, most például a vándorsőn nézik, most pont a vándorsőn, tehát minden madár képes erre, és még mindig a szakkönyvek ott tartanak, hogy csak a bagoly. Mert ugye a nyakán egy gömbügyülettel csatlakozik minden madárnak a feje, tehát minden madár képes erre. A bagolynak két szeme előre áll, ugye, ez talán látványosabb, mint egy átlag madárnál. Tehát a csőlátás az, amit a bagolynak mondunk, és akkor figyeljetek, nagyon csöndben maradunk, mert a hölgynek ilyen ropogja a nyaka. Na és ugye lesz majd lehetőség mindenkinek megsimogatni, ugye, vagy aki már egy vaníliás karikát is tud nyomni néha pici erdőmesterrel, hanem a baglyok tollazata még, ami nagyon érdekes. Nekik van a madarak közül a legpuhább tollazat, mert hogy nekik nem gyorsnak kell lenni, hanem hangtalannak. Ugye egereket kocsok a zsákmányon a főképen, és a sötétben a csendesség van, ugye nincs olyan nagy zaj, mint akár nappal, és nekik oda kell lebegni, és ugye aki bátor, de szerintem sokan megsimogatták, aki meg még nem tette, az a előadás végén nyugodtan jöjjön majd
hozzá, és lehet majd fotózkodni vele, innek hát egy nyilván egy simogatás mindenki azért, hogy megérezzük a toll a puhaságát. Ugye? Ha most ugye, aki távolabb vannak, a közelebb megnézhetik majd a szárnyak élét, tehát minden vagolnak, egy ilyen kis bevágások vannak, ilyen kis fésűs, ha nagyon közelre megnézed, fésűs. Ez megtöri a levegőt, tehát ők nagyon csendesen, tehát egyáltalán nem sűrít a levegő a szárnyak mozgatása. Hangtalanul lesztelenül tudnak repülni. Aztán minden bagolynál ugyanígy az arcát nézzük most meg. Minden bagoly ilyen parabola antenna-szerű arcai vannak, ugye? És pontosan az a célt is, mint a parabola antenna. Ez a kicsi apró tollacskák közelről, ezt úgy hívják fátyol tollacskák. Jó, hogy szépen körülök. Fátyol tollacskák vannak az arcában. Ezek úgy működnek, hogy felerősítik a hangot. Elég, hát a... Ugye, a macska, amikor ugye füle, biztos mindenki látta már, hogy ugye, hogy mozdítják a füleiket. Ezek úgy viszik egy kis szőröcskék, tollacskák, a füle irányába terelik a hangot, és föl tudják erősíteni. Na most a bagolynál nem úgy van a fül, ugye, mint nekünk embereknek, hogy jobbik esetben belenézünk a tükörbe, akkor vízszintesen van a két fülünk. A bagolynál egyik oldal, de picit lejjebb van. Ez is az a fél szolgálja, hogy a hang beazonosítását, hogy még van. Minden bagoly kb. 50 méterről meghallja az egér cintogását. Nem is kell, hogy lássa, hol a kisegér, vagy mint egy lombszöcske, oda fog repülni, és meg tudja fogni. Aztán még egy utolsó esetleg a karmot nézzék meg. Ugye minden bagolynál csűd, tollas. Ugye végig az ujjig mindenkinek. Most ez nem azért van, hogy fázi a lába, hanem hogy az egeret meg tudja. Olyan, mint nekünk egy kesztyű, egy munkás kesztyű, az egér majd ugye, a tollat fogja majd csipkedni, vagy hát ugye harapdálni, és akkor a bagoly neked nem fáj. Tehát nagyjából ugye ez a mi. Ami kialakulva a bagolynál, és egy védekezési rendszer. Aztán ugye, hát megint mindenki tudja, köpetelnek a baglyok, nem csak a baglyok, és nem csak a ragadozó madarak, minden madár, amit nem tud megemészteni, visszaköpeteli. Például a festék is, a kicimpánzés, amit nem tud megemészteni, és azt vissza. Csak nem ilyen látvány. A ragadozó madárnál egyben van egy csomó szőrtól, és ilyen látványosan ezt látjuk, és kisebb madaraknál ezt nem látjuk. Aztán ugye, hát sokfajta bagolytípus létezik, ami a kezdemben van, hogy mondtam, hogy egy macska bagolytípus, tehát van kuhuny, gyöngybagoly, kubikok, valamilyen kérdés a bagyokról? Bármi? Jó, akkor leteszem, és akkor gyorsan a vágósuljon, aztán megyünk a helyen.